Sziasztok, ez itt ismét a TFK, és a mostani videónkban hát egy kicsit száraz témával jelentkezek, de ígérem, hogy a végére minden nedves lesz. Igazából a viccet félretéve, öt éve, hogy egy olyan videót készítettünk a Csabival, ahol arról beszélünk, hogy hogyan tevődik össze egy custom vízhűtés, és ezt szeretnénk egy rövid videó keretein belül megújítani, ugyanis amit itt az asztalon látok, ez egy majd egy elkövetkezendő építésünknek az alkatrésze, és tulajdonképpen itt minden olyan fontosabb elem megvan, amivel egy általatok megálmodott merevcsőes vízhűtést meg tudtok építeni, és úgy gondoltuk, hogy felfrissítjük ezt a videót, felfrissítjük a mi emlékezeteinket, hogy hogyan, hogyan válasszuk ki a megfelelő komponenseket, és ezt így közösen veletek fogjuk most megbeszélni ebben a videóban. És hogy tényleg ne húzzuk az időt, gyorsan ki is pakoltunk az összes alkatrészt. És hogy mi mivel szoktuk kezdeni a tervezést vagy az építést, az először azzal, hogy elgondolkozunk, hogy mibe szeretnénk építeni. Úgyhogy jelentős az, hogy milyen házunk van, és az adott házban mi az, amit mi bele tudunk helyezni. Nagyjából itt szokott eldőlni a kérdés, hogy milyen radiátort használunk, illetve nem az, hogy milyen, hanem hogy mekkora radiátort használunk, illetve hogy a pumpa tartály ö, kérdése milyen lesz. Mi most egy half 700-as Cooler Master házba építünk, ö, nincs itt az összes csak tényleg csak a lényeges, ami a videóhoz kell. Tehát mi egy half 700 as Cooler építünk, ennek úgy módja szerint került kiválasztásra ez a két darab Alphacol Nexus radiátor, mind a kettő 420-as, annyi különbözteti meg őket, hogy az egyik 30 mm vastag, a másik pedig 45 mm vastag. Ahogy kiválasztottátok a radiátort, rögtön rá is térhettek a ventilátorokra, milyen ventilátorokat választunk, 140-es között, illetve 120-as között tudunk variálni, többnyire ezek a standard Kéretek, ugye, mi most nálunk három darab 140-es ventilátorok fognak rákerülni a radiátorra. Lényeges kiválasztási szempont nem az RGB ezeknél, legyen megfelelő statikus nyomása, hogy például egy ilyen vastagabb radiátort is kényelmesen át tudjon tolni. Ugye ezek azok a felületek, ahol gyakorlatilag a ventilátorok, illetve radiátorok segítségével a víz hőmérsékletét valamelyest vissza tudjuk csökkenteni, és úgy kerül az egész körbe vissza a blokkunkhoz majd a lehűtött folyadék. Tehát itt ez lényeges részpont, úgy mint az autók esetében is, tehát ez egy, hát hogy mondjam, elkerülhetetlen eleme a vízhűtésnek, mint ahogy az összes többi. No, és a házhoz tartozik még a nagysága, illetve a pozíció határozzák meg azt, hogy milyen pumpát tudunk kiválasztani. Mi most külön fogjuk építeni a kört, tehát ez azt jelenti, hogy a processzor blokkunk, illetve a végé blokkunk két különböző körön lesz rajta, két különböző radiátorba fognak a folyadékok eljutni, és ezt két különböző tartály, illetve pumpa fogja nekünk szolgáltatni. Mi most egy Alphacool Icebacher Aurora D5-ös tartály, illetve egy Apex VPP pumpa mellett tettük le a voksunkat. Lehet ezeket egyébként úgy is megvásárolni, hogy egybe vannak építve, Ilyenkor Többnyire úgy találjátok rá, hogy pumpa-tartály-kombó, de vannak ezek a, ezek a fajta megoldások, ahol ugye szabvány pumpa méretek vannak, mint azt láthatjátok, de eltérő teljesítményű, illetve tudású pumpát tudtok vásárolni. Mi most pontosan ezért döntöttünk úgy, hogy külön vesszük meg a tartályt, illetve külön vesszük meg hozzá a pumpát. Ugye ebből nekünk kettő lesz, mert két körös megoldást választottunk. Pumpánál még érdemes egy kicsit kitérni arra, hogy mekkora mennyiséget tud szállítani vízmennyiséget óráként, illetve hogy mekkora emelési magasságra képes. Ez azért lényeges, mert találkoztunk már olyan építésekkel, akik mondjuk tőlünk kértek tanácsot egy Komplett asztalba szerettek volna építeni egy vízhűtést, és az egyik falon átvezetni a, a másik szobába, illetve szintkülönbségek voltak, és eleinte nem működött a rendszer, és pontosan azért, mert nem volt megfelelő teljesítmény a pumpa, amivel ezt szerették volna kivitelezni, nem volt megfelelő emelési magassága. Ugye egy döntő, lényeges az is, hogy mennyi és mekkora 90 fokot használunk, hányszor törik meg a víznek az útja, hány blokk. Kon kell áttolni, hány radiátoron szeretnénk áttolni, és mennyi vízmennyiséget szeretnénk, hogy átoljon. Úgyhogy ezt mindenképp érdemes kalkulálni, hogyha nem tudunk dönteni, akkor a az erre specializálódott webáruházak, mint például az Alphacool, Merlin Hardware, teljesen mindegy, bárki, ahol ilyen support van, meg tudjátok kérdezni ezeket. No, haladjunk tovább. Egyébként a tartálynál még annyi, hogy itt ugye itt is űrtartalom van, eltérőek lehetnek a, a csatlakozások. Itt most három főső csatlakozása van, és két standard G1-es be- és kimenő ága. Tehát, hogyha úgy döntünk, hogy úgy adja ki az építési körünk, akkor nem muszáj ezt a lenti in ö, csatlakozást használnunk, hanem használhatjuk ezt a főső bármelyiket a három közül. Gárilag jár hozzá a záródugó, tehát hogyha úgy döntünk, akkor ezzel a főső záródugóval le tudjuk zárni ezt az alsót is. Mi egyébként szoktunk vásárolni külön hozzá a záródugókat, most nincs itt az asztalon, de annyira nem is lényeges. Maga a tartályunk kapott még egy extra ledgyűrűt, ezt régen mi úgy oldottuk meg, egy a legelső videóban, ahol a visszütésekkel foglalkozunk, ott például külön lehetett gyűrűt vásárolni a hengeres tartályunkra. No, és ugye, hogy miért szükségesek ezek a, a, radiátor, pumpa és társai, az építésnél fontos, hogy mibe építünk, és ami még itt a tervezésnél előjön, hogy mire építünk. A mire alatt arra gondolok, hogy processzornál milyen processzorra építünk, illetve videókártyánál, hogy milyen videókártyára. A lényegesebb talán a videókártya, mivel eltérő alkatrészek, tehát a nyákon eltérő pozíciókba helyezkednek el az alkatrészek, így nem mindegyik végi a blokk jó adott videókártyára, de még szérián belül se, tehát egy adott esetben egy Asus RX 6700-nak az elhelyezkedése, a kondenzátorok, a GPU mag nem ugyanúgy helyezkedik el, mint mondjuk egy RX 6700 Bármelyik másik gyártónál, de még gyártón belül is vannak eltérések. Ezek kifejezetten ö, adott típusra vannak készítve, ezt úgy szintén ilyen support oldalak segítségével tudjátok kiszűrni, hogy nektek mire van szükségetek. Ugye ez most egy pontosan RX 6007 XT Tufrog videókártyára lesz, gyárilag jár hozzá egy hátlap is, és így tevődik össze majd nekünk a jó kis videókártya hűtésünk. A processzor esetében kicsit egyszerűbb dolgunk van, itt többnyire a tokozásra kell odafigyelnünk, hogy milyen tokozásra választunk. Legtöbb esetben univerzális szereléket adnak hozzá, tehát Intel AMD fronton be vagyunk biztosítva. Mi most egy ilyen szép, nagyobb, vaskosabb darab, és mint láthatjátok, nikkelezett talpú, de rendkívül jól kidolgozott, tiszta, fényes tükörre van polírozva. Illetve egy acetál külsővel rendelkező plexi tetejű blokkra esett a választásunk. De mit sem érnek ezek a blokkok, illetve radiátorok csatlakozók, illetve csövek nélkül? A mi építésünk karboncsöves lesz, tehát a merevcsőnél megkülönböztetünk itt is anyagban eltérő csöveket, karboncső, PLTG, akril, illetve részcsövet is adott esetben annyit kell tudni, hogy a karboncsöveket nem lehet, vagyis házi körülmények között nem tudjuk mi hajlítani, tehát ezek mindvégig egyenesek maradnak, méretre vágjuk, és a szögeket azok a 16-16-os 90 fokos fittingekkel fogjuk megoldani, még mondjuk egy PLTG cső esetében ilyet is építettünk, már az első videóban is ilyen volt, a Csernobil építésünknél is pltg t használtunk, ezek hőre lágyulnak, egy belső gumibetéttel, illetve csőhajlító készlettel tudjátok szépen szögrehajlítani ezeket. Erről most különösebben nem fogok tudni nektek beszélni, de beszéljünk a karboncsőről, illetve annak a szerelvényezéséről. Nálunk egy 16-os karboncső van, ez annyit jelent, hogy a külső vastagsága az 16 mm, ennek megfelelő csatlakozókkal látjuk majd el, nektek is így kell választani, tehát a csőmérethez mérethez választotok fitting méretet, mindkét oldalon 16-16-os csatlakozással van, tehát két cső közé fog kerülni. Na de nyilván nem fogunk tudni elindulni adott esetben a pumpánkból, vagy illetve a radiátorunkból egy olyan csatlakozóval, aminek 16-os, 16-os vége van. A pumpák, illetve a radiátoroknak a menete az G1 negyed, ennek rendje módja szerint létezik olyan, ami G1 es csatlakozóval van, illetve 16-os cső végekkel. Van olyan, ami, ugye ez 90 fokos, van olyan, ami egyenesből indít, szintú G1 negyed 16-os csőmérettel, és vannak olyanok, amik G1, negyed, G1 negyedek, hogyha eltolni szeretnénk egy picit a csövünket, mert nálunk ugye nem lesznek hajlítások, akkor már van egy előre elkészített, ilyen forgatható G1 negyedes, G1 negyedes csatlakozó, ez létezik, úgy szintén 2 45 ös tehát ez egy 90 fokot ad ki, de 45 fokonként eltérő pozícióba állítható külső-belső csatlakozó, ez úgy szintén g negyed, tehát ebbe még kell nekünk csatlakoztatnunk egy olyat, ami a csővel fog egy párt alkotni, méghozzá így, és akkor ezt tudjuk forgatni. Ezek a forgatható fittingek rendkívül megkönnyítik a, a munkánkat, nagyon sokat használtuk mi is a Csernobilnál, ott ott, ott akkor is használtuk, amikor nem kellett volna, mert látványosan tudunk vele szépen építeni. Ami még itt van nálam, és mindenképp kell róla beszélnünk, vannak ilyen magasítók, toldók, ezek is különböző milliméter méretben elérhetőek. Ezeket legtöbbször a radiátornál szoktuk használni. Megemeli annyira, hogy a ventilátorok mögé vagy fölé lógjanak a csatlakozóink, illetve vannak olyan adapterek, ami apa-apa G1-es adapter. Legjobb, hogyha ezt prezentálom itt a tartályunkon, belemegy a g 1 es csatlakozó a tartálynak az aljába, teszünk mondjuk egy ilyen kockát, vagy nem is muszáj kockát, de ennek is ugye belső g 1 es csatlakozói vannak minden irányból. Itt eldönthetjük például, hogyha szeretnénk rá csatlakoztatni egy leeresztő csapot, akkor úgy szintén egy hasonló, vagy ugyanolyan apa-apát kell beletekernünk, és ezt tudjuk majd a kockába beletekerni, és innen tudjuk majd folytatni, ugye csőcsatlakozóval, csatlakozóval, itt pedig leeresztést tudjuk el, elvégezni, ezt mi általában a vízhűtő körünk legalacsonyabb pontjára szoktuk tervezni egyébként. Na de térjünk vissza, van egy átfolyás, Jelzünk, ez nem, mér, nem feltétlen mérő, ez fizikálisan forog benne a kis malomkerék, és ezt is csak úgy tudjuk rácsatlakoztatni mondjuk itt a kivezető águnkra, hogyha alkalmazunk egy apa-apa adaptert, így. És akkor innen tudjátok ismételten folytatni mondjuk egy olyan egyenessel, ami nálunk ugye G1,4 és 16-os, és akkor innen folytatódik majd a cső. Lassan végére érünk minden olyan komponenssel, ami ide van készítve az asztalra, amit még, amit még megemlíthetek, hogy gyárilag ezek el vannak látva tömítőgyűrűkkel, de adott esetben, hogyha elhibázzuk és elnyírunk egyet-egyet belőle, akkor sincsen túl nagy para, mert vannak előre készített pótgyűrűk itt a fittingek között, illetve az adaptereknél is látok itt előre csomagolva plusz különböző színben pompázó g 1 es tömítőgyűrűket, de az egész mit sem ér folyadék nélkül. Nálunk most egy sima Apex Liquid Clear, tehát színtelen folyadékot fogunk alkalmazni, ebből egyébként mi mindig túl szoktunk tervezni, hogy legyen a későbbiekre a karbantartás során, vagy hogyha rá kell tölteni, akkor legyen mindig pluszba, szeretünk, legalábbis én szeretek olyan folyadékot használni, ami vagy előre be van keverve színnel, vagy színtelen, nem nagyon szoktunk mi színezni, hanem használatra kész ilyen literes kiszerelésben lévő folyadékokat szoktunk alkalmazni, ez kifejezetten folyadékütésekbe való, nem csapvíz, nem desztillált. nem desztillált víz, hanem minden olyan fontos ilyen algásodásgátló, korróziógátló benne van, ami ezekhez a rendszereknek az üzemeltetéséhez szükséges, többek között pedig nem vezető, tehát hogyha egy kicsi kifolyik mondjuk a gépházunkban, akkor, akkor sincsen túl nagy probléma, mert ezeket biztonságosan lehet alkalmazni. Fiúk, lányok, röviden ennyi lett volna ez a kis ismertető, bemutató, beszélgetős videó. Köszönjük szépen az Alfa Cool-nak, hogy a rendelkezésünkre bocsátott ezt a sok-sok jó kis cuccot. Ezt mi most meg fogjuk építeni az elkövetkezendő időben, úgyhogy tartsatok velünk, kövessétek YouTube csatornánkat, TikTokunkat, Facebookunkat, mindenünket, hogy értesüljetek időben a mi kis nagy, projekt, kis nagy projektünkről. Sziasztok!